Valamennyire sikerült felépülnöm az előző részből, és bele is szeretnék ugrani a második részbe, ami 27 perces lesz. Nem szenvedtem még eleget? Timelapse arra, hogy hogy sétálnak fölfele, imádom. Inkább ezt hagyjuk, légy szíves. Mi a baj? Mi ez a függöny? Mi van a nyakáréba? Annyira rossz a felbontás, hogy nem tudom elolvasni se a nyaktetkóját, de mindegy, elment depizni a fürdőbe. Kinek jössz be? Mert az én lakásom. Hát de csak egy dolog, de tönkre teszel mindent. Tönkre teszel mindent, nem érted, hogy bejöttem ide? Hogy egyedül legyek, hogy ki tudjam fingani magam, mert annyira begázosodtam, hogy mindjárt felrobbannak a beleim. Te meg bejössz ide, és nem tudok egy isteneset fingani se. Rámozdulsz a másikra, zaklattam minden. Mindenhez két ember kezdve. De akkor is te az egész, akkor mondtam, hogy hol vagy. Az előző részben nem szerelmet vallott a Norinának, és most akkor bejön fingani nyugodtan, és amikor megzavarja, akkor így rátámad, hogy ő csinált mindent? Az első rész más írta meg, mint a második részt? Elfelejtették az első résznek a sztoriát, mire a másodikhoz értek? Vagy... Mi fogad már megint? Hát nem, csak nem értem, hogy nem akarok teljesen, és jöjjöttem utána a zaklasson. Ne zaklasson. Elég volt ebből az egészből. És nem akarom ezt folytatni egyikkel. De akkor miért nem beszélitek meg? Miért nem mert most akar, most most... Felrobban az agyam attól, hogy egyszerre beszélgetnek. Tudod mit? Átérzem a Pali helyzetét, mert én is úgy érzem most, hogy én ezt nem akarom folytatni. Pedig csak 2 perc és 51 másodperc megy olyan, mintha már egy hete itt ülnék. Várja, most talán látom olvasni a nyakát, mert amúgy leszarom, hogy mit beszélnek. Szerintem ez valami latin szöveg, azért nem értem. Alapból sem bízok a körszakállas férfiakban, de akinek nyaktetkója van, azzal pláne vigyázok. Fányírt haj, tripla vörös zászló. A nyaktetkója latinul is van, vagy kínaiul, vagy mandarinul. Egy olyan nyelven, amit nem beszél, na hát ez pláne nem. Előítéletes vagyok? Igen. Akkor menjünk aztán, oda jösszönöm, aztán fejvom, aztán... Akkor most maradjak itt, vagy hát maradjál, kell a segítségem, vagy egyáltalán? Jó, a kettő csaj összekap, tudod? Én nem tudok verekedni. Kösz, hogy nem tudsz verekedni, ott vannak a legélesebb fegyverek az ujjaidon. Nem mernék belét kötni. Ilyen körmök ellen egy fekete övesnek sincs semmi esélye. Ha bunyó van, akkor én mellette állok. Jókodok attól, hogy mennyire ferdék az oszlopok a háttérben. Hogy lehet? Hogy lehet így? Hogy lehet? Miért nem gazolnak ki? Ki kéne gazolni? Köszönök. Nem tesz jót az a ingemnek, meg a jangomnak ez a környezet. Most melyiket hívjam elsőnek szerintem? Hívd a Norinát. Norinát hívjam elsőnek? Jól van, várj. Még véletlenül se a barátnődet, akivel együtt vagy, és akivel most szakítani akarsz, nem nagyon értettem a sztorit. Részben azért, mert ugyanabban az időben pofáztak egyszerre, részben meg szerintem még ők se értik. Nem tudom, hogy ezt a bujós jelenetet miért egy iskola vagy óvoda mellett kellett megrendezni. Mi most itt történik? Elverem az állat. Elég. Ilyen primitívek ne legyen. Mindjárt megöllek. Az út közepén felszítek már, de mi történik? Lehetne, hogy egyszer egy karakter beszél, kérlek. Kik ezek az emberek? És hirtelen hogy lettek ennyien? És most miért akarják megölni egymást, amikor az előbb fönt a lakásban egymás mellett ültek ugyanazon az ágyon? Halló, szia apa, figyelj, gyere értem, mert félek, nem értek semmit. Igen, tudom, hogy itthon vagyok, de akkor vigyél el innen. Legalább a nyuggerek a háttérben megkapták a napi balhéjukat. Marika, látod, mondtam én, hogy megéri lejönni a parkba. Tudtam, én éreztem a csontjaimban, hogy piac után nem haza kell menni? Nézd meg, az meg letaposta a tuját ott a földben. De nem kell ezt. Hat perc telt el, és olyan, mintha már lement volna egy évad. Nyugdíjbarak ez a rész. Na mindegy, barátságot kell fektetni. Jó, barátságot kell fektetni, oldjuk meg. Ezt meg kell oldani, hogy le kell fektetni a barátságot. Nem kell megjátszani magadat ilyenkor. A lelked meg ilyenkor el van. Menj már így! Ne szírjál értem, ne remegjél, Norbert! Hallgass már! Na. Nem tudom, hogy bele volt-e írva a szövegbe, hogy más néven hívja a csávó Norinát, de ha nem volt beleírva, akkor jó nagy paraszt vagy, haver. Ha meg bele volt írva, akkor az a nagy paraszt, aki megírta. Ha valaki transznemű és már nevet változtatott, akkor rohadtul nem illik. A legnagyobb ganyi dolog a régi nevén szólítani. Nem véletlenül változtatta meg. Megint egy vezetős timelapse. Annyira el van már maga szó, hogy ezt... Hát semmit nem hallok, semmit nem értettem. Mit csinált? Talán tippelni tudok, hogy mit mondott. Talán az, hogy TikTokot néz hajnali 3-ig vagy mi. Itt már ennél nem tudom, szóval hajnal 3-tól is tudok TikTokot. Itt hét körül megyünk egy megbeszélésre, és akkor átmenünk.
egyébként nem tudom eldönteni, hogy most ez ilyen in reality TV show vlogos cucc, vagy ez ilyen megrendezett szöveges cucc. Mert mindkettőnek szar. Olyan, mint nem tudná eldönteni, hogy mi akar lenni ez a sorozat, és ezért vagyok én is annyira elveszve. 8 perc, tedd csak el! Lenémítom. Majd elolvassuk kommentekbe, hogy történt-e valami érdekes, mert ez katasztrófa. Vagy nem hallok semmit azért, mert túl halk, vagy nem hallok semmit azért, mert túl hangos. Megint egy timelapse. Tippeljük meg, hogy történik-e valami értékelhető. Úristen, még mindig megy. Ez rosszabb, mint egy Harry Kettner vlog. Megint egy timelapse. Hú, milyen állatok vannak? Annyit, hogy te megcsinálhattad volna, amíg én mosogatok. Jó, majd megcsinálhattad. Hát csak foglalkozz anyukám a büdös madaraidat, mert egész nap a szak kell szagolgassam. Ide jönnek a barátaim, és ők is egész nap a szak szagolgassák. Hajnalban nem tudok tőlük aludni, mert egész nap csipognak. Ott egy tejfölös doboz. De mindegyikük ugyanúgy mutogat, ugyanolyan körömmel, ugyanúgy be van vasalva a haja, ugyanolyan legyező szempillával. Ezért nem tudom megkülönböztetni őket. Mindegy, büdös madarak, erről fognak vitatkozni 20 percet, igen. Ki fogom baszni őket? Ki fogom baszni őket? Megszoksz vagy megszoksz? Hát akkor én szépen fogom magam is. Mert nem mész el? Ha annyira zavar. Menj a f***ba. Nem tudom ki vagy, de a fúfrud miatt nem vagy szimpi, bocs. Kivelkoztam újra. Tudod, hogy kivel szólnak, valami problémát lesz, akkor majd engem keressél, na szia! Ahhoz képest elég nyugodt hangnemben váltuk el. Engem ne keresél, bármi van, na szia! Jó, nem foglak, na szia! És milyen kevés cuccod van? Belerögtel egy pulcsit, meg egy cipő? Telefontöltő, vagy hajvasaló, vagy kabát, vagy váltóbugyi, vagy zokni, vagy váltófúfrú? Nincs. Elég könnyen költözöl akkor anyukám. Én vándor cirkuszban nyomod, nem? Mindig nem tudom ki ez egyébként. Most azt bámultam, hogy istázik? És vár a liftre. Ezért 27 perces ez a rész. Az előző 17 perchez képest. Holy shit. Még külön kisétel. Azt hittem még a lépcső leérésről is lesz külön. Most külön elmegy. Még egy szög az elmenésről. Nem, timelapse, bocsánat. Még egy szög az elmenésről. Én befejeztem vele, én nem fogom a madarait nézegetni. Most keresek magamnak valami lakást. Bár ez a kedvencem egyébként, hogy hajvasalóra, meg Louis Vuitton telefontokra van pénz, de saját lakásra nincsen. Pont ilyen keresek a lakásokban, és hogy lenne ez? Akkor a pók van a pázsien. Ha! Hát, eltelt két részből már másfél, és most jutott eszükbe feliratozni, amikor már így se értettem a szövegek 80%-át. Mi ez a slow motion? Na, a Gucci Prada-ék meg kijönnek, megint nem hallok semmit. Ez a Pali most velük van, vagy miért néz a kamerába? Na, várjál, majd én szinkronizálom. Nagyon gyorsan húzunk el innen, mert akkor átdurrantottam a PC-be, hogy az egész épület érezni fogja a szagot. Ránk fogják hívni a rendőröket, szóval húzzunk el. Mi a f***om ez a Mickey Egeres doboz egyébként? Honnan csortad el már megint? És ki a páratom ez a random Pali a háttérbe velünk? Valaki ismeri? Hát itt csak ide csapottam, gondoltam barátkozhatnánk. Fogalmam sincs, hogy mire volt szó. Miért néz mindig bele a kamerába? Hogy vágnál le a vihar az áramot. Nem kéne végignéznem ezt. Hát nem volt egy meghallgatásom, csak... Ez a csávon még egyszer belenéz a kamerába, ki fogom kapcsolni, és letiltom magamat YouTube-ról. Na, ez már megint húzza a bőröngyét, már megint 89 klipet erről kell megnézni. Szerencsétlen puttony meg odavágja háromszor, de fel is lehet ám emelni. Berakja nekem a szobába a szoros madarat. Nagyon egész nap hajnal, egész nap csőszer. Úgy fogom folytatni az epizódot, hogy én is közben beszélek, miközben a karakterek beszélnek, és akkor majd meglátjuk, hogy mennyire hatásos. Előbb végzünk legalább a videóval, nem kell külön időt pazarolnom arra, hogy megvárjuk, hogy ők befejezzék a mondandójukat. Jó, akkor este ilyen vízi pipázás, Kipakoljunk. A mozdonyvezető miért forgatja úgy a nyakát, mintha be lenne állva? Nem az ember, hanem a nyaka. Mintha be lenne állva a nyaka. Észrevettétek már, vagy csak nekem ilyen fura, hogy nagyon látom a szemgolyóját mindig. Ne, ez komoly! Ez nagyon komoly!
néz ki, mert hogy hosszú. Valami kipofázás akart lenni a másik csajról, hogy nem, hogy örülne, hogy van hol laknia ahelyett, hogy kritizálja a fürdőszobát. Max ennyit értettem belőle. Szerencsétlen srácoknak végre kiárt volna 3 másodperc hírnév, de még azt se hallottam rendesen. A ruháimat akkor ki, jó? Meg rakd sorrendben nekem meg minden, szóval szép legyen a ruháim, mert ha egy üröt ruhát meglátok, akkor k***eges leszek. Most van ezt én is már az a kérés, amíg én rakjam fel. Igen, mert én nekem most el kell. Én nem a csicskám vagyok szívem. Ja, jut eszembe, akkor kifizetlek szívem, ha erről van szó. Én nem egy olcsó nő vagyok, szóval én meg tudom fizetni azt, hogy nekem kell. Szóval a másik csaj, aki most költözött be, lefizette a már ott élőt, hogy pakoljon el helyette, mert azt hiszi, hogy ő cselédje, és erre van pénze, de teljesen saját lakásra nincsen. De már csak 7 perc van vissza, Istenem. Ezt nézzük talán. Ez mi? Nem látom. Ez a screen, így volt megnyitva a telefon. Értenem kéne, hogy mi volt ez a screenshotos sztori? Még egy timelap. 20 ezrekkel dobálózik, és a lazalbérletet meg nem tudta kifizetni. Ezt mondom én is. De milyen madara van amúgy? Én látni akarom, miért nem mutatták a madarakat? Én a madarakra vagyok kíváncsi. De sörétben volt kutya, őt sem mutatták eleget. Ez a legelső kritikám. Aztán most a második részben el kell viselnem, hogy madarakról szól az egész, de nem láttam a madárkákat. Csak ezért diszlájkolni fogom. Hát az történt, hogy vele nem lehet normálisan megbeszélni a dolgokat, hangját, ebben közösen az őre jutni. Már nem is kell mondanom semmit. Nem bírom. Ja, Istenem. Neked van bőr a pofában, igen, jönnek. Hol a pénzem? Én adtam oda, nem, hogy pakolta a ruháimat. Akkor ti miért nem csináltátok, mert ne haragudjatok. Mit mondtam a legelején? A csávóra is, a körszakállásra, hogy nem bízunk körszakállás emberekben. És amikor megláttam a fufrus csajt, mit mondtam? Hogy fufrus csajokban meg nem bízunk. Mindig igazam van egyszerűen. Sajnálom, hogy fufrus vagy, vagy körszakállat van. Nem, hogy én most szépen fogom magamat és fürdök. Jó, akkor kicsit nyugodjunk meg. Bőröndöddel fürdesz, vagy? De megint ugat a kutya, és megint nincsen sehol. Miért nem láthatom a kiskutyát? Hm? Magabiztosan jelenthetem ki, hogy megcsináltam. Köszönöm, köszönöm, köszönöm szépen. Kérlek, iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy megnézted a videót, és köszönöm, hogy kitartottál. Ha tetszett, akkor iratkozz fel, dobj egy lájkot, egy kommentet, oszd meg az ismerőseiddel, és csinálj valami csakra tisztító kúrát, mert én biztos, hogy ezt fogom csinálni. Találkozunk a következő videóban. Peace.